Ott, ahol az egymás közt mélyen megosztott bosnyákok, szerbek vagy horvátok alkotják a népesség többségét, jellemzően az illető többség nemzeti pártjai győzedelmeskedtek. A boszniai választásokon az eddig vezető szerepet betöltő két boszniai párt, a Milorad Dodik vezette független szociáldemokrata párt, és a Zlatko Lagumdzsia vezette szociáldemokraták viszonylag gyenge eredményt értek el. A legtöbb városban és községben Szulajmán Tihic demokratikus akciópártja, illetve Mladen Bosic szerbdemokrata pártja szerezte meg a vezetést. Srebrenicában, ahol a szerb csapatok 1995. júliusában 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le, a bosnyák Ćamil Durakovic győzött, kudarcra ítélve ezzel a szerbeknek azt a tervét, hogy első ízben ők állíthassanak polgármestert. A bosnyák-horvát föderációban 78, míg a szerb köztársaságban 58 önkormányzatot választottak meg. A polgármesteri és képviselői posztokért 383 párt és szövetség indult számos független jelölt mellett. A különböző jelöltlistákra több mint 30 000 név került fel.